Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Leszámolás. Írta Forró pál. Elektronikus változat. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2015. ISBN 978 615 5557 online. MK 14852. Első fejezet. A kis művész kávéház tömbe volt. A főpincér aggodalmasan nézte a biliárdasztal mellől a tömeget. No, szép kis fölírásokra van megint kilátás, gondolta bosszankodva, önkéntelenül a zsebéhez nyúlt, amely tömbe volt apró kis számoló cédulákkal. A számoló cédulákon különböző számjegyek álltak és azok alatt egy-egy művész aláírása. Jean természetesen nem autogramokat gyűjtött, hanem aki nem fizetett kávék és sörök elismervényei voltak ezek a keskeny papírdarabok, amelyek makacsul várták azt a napot, amelyen valamely csoda pénzé változtatja őket. Zsan arcán hirtelen élénk meglepetés látszott. Fiatal, sápat, púpos ember lépett be, akinek szemei úgy égtek, mintha állandóan lázas lett volna. Hát ez is eljött. Krauter János, aki már két hónapja nyomtalanul eltűnt, hat shilling adósság hátrahagyásával. Krauter is észrevette Zsant, és gyorsan elfordította fejét. Az ördögbe, mormogta, hát ezeket a főpincéreket sohasem cserélik ki. Jean nem bírta tovább idegekkel. Udvarias mosolyjal és sima mozdulattal, akár egy kígyó, odasurrant Krauterhez. Alás szolgája, művész úr, mondotta kétszínű alázatossággal, régen tetszett már itt lenni. Pompás színben méltóztéik lenni. Jean úr, válaszolta elszántan Krauter, ne fárasza magát. Egy fityingem sincsen. De kérem, méltatlankodott a főpincér két hónap után. Most jut az eszébe sürgetni. Éppen most, amikor arról van szó, hogy talán csak egy-két nap és könyökig vájkálok a pénzben. Talán örökölni tetszett. Hát maga nem tudja, miről van szó. Hogy miért zúgít körülöttünk a tömeg. Nem tudom. Ember, Hát nem olvas új szágot. Holnap után nyílik meg a nagy tavaszi tárlat, és mi, akik itt vagyunk, valamennyien beküldtük képeinket. Egy órán belül dől el, hogy kinek a munkáját fogadták el. Ismeri Bandenburg festőművész urat. Hogyne, kérem! Hát ő is a zsűri tagja. Megígérte, hogy a zsűri ülése után azonnal idejön és bizalmasan értesít bennünket az eredményről. Az elfogadás ezúttal pénzt jelent, mert halljuk, hogy a külföld megbízásából rengeteg képet vásárolnak majd az ügynökségek. Amerika képgyűjtése adta magát. Divat lett az európai olajfestmény. A város és az állam is nagyobb vásárlásra határozta magát, nem is szólva a magánosokról, akik mindig szép számmal akadnak. Szóval, nyugodtan hozhat egy kávét és vajat. De ha nem fogadják el a képét, Krauter úr. Krauter szeme félelmetesen villant. Megőrült. Kiáltott a szikrázó haraggal. Olyan őszinte és viharos volt a fölháborodása, hogy Zsan ilyetten hátralépett. Bocsánat, hebegte, nem akartam a művész urat megsérteni. A hangulat a forpontra hevült. Kisebb vitatkozó csoportok alakultak mindenki a maga mesterművéről beszélt. Némelyek fényképeket szedtek elő, amelyeket a beküldött festményekről készítettek és azt mutogatták. Te mit küldtél be? Kérdezte Renner egy magas, karcsú, fekete fiú Krautertől. A szunnyadó Vénuszt. Renner megrökönyödve nézett barátjára. De hiszen azt már kétszer visszautasították. Most más a zsűri. A mi embereink kerültek be. Ezeknek van szemük. Észre fogják venni, hogy milyen értékei vannak ennek a képnek, hogy mit kell rajta nézni. Öregem, mondta vonakodva Renner, nem kellene ilyen makacsnak lend. Neked nem tetszik a Vénusz? kérdezte fölháborodva Krauter, és már megint megvillant szemében az a furcsa tűz. Félreértesz, Nekem tetszik a kép, csak rossz kabalának tartom, hogy éppen ezt erőlteted. Eltűröd, hogy őszinte legyek. Beszélj! Attól félek, hogy te a szerelmeden keresztül látod és érzed a képet. Szerelmes voltál Flórába, a modelletbe. Krauter ingerült, kínzott mozdulatot tett. Erről ne beszélj, kérlek! mindenki tudta, hogy ebben a torsz, gnomszerű emberben rettentő szenvedélyek égtek. Olyan volt, mint Vattó, a rokokó halhatatlan nagy festője, aki madáriesztőhöz hasonló csúf kis testében a női szépség örök imádatát hordozta, és ő festette meg a legszebb asszonyokat és szerelmi idilleket, amelyek mint örök sóvárgásának tárgyai izgatták. Krauter valóban szerette Flórát, a bájos kis modellt, de Flóra makacsul ellenállt az ostromnak. Ostoba, mondta ilyenkor bosszúsan és elkeseredve Krauter a lánynak. Hát miért nem leszel az enyém? Ki adhat neked fejedelmibb ajándékot? És halhatatlanná teszem a szépségedet. Évszázadok múlva is bámulni fognak, mint akár Tizián vagy Rubens Vénuszait. Flóra gonoszul nevetett. Hát jó, mondotta. Ha elfogadják a képedet a tárlaton, és díjat nyersz, vagy írni fognak róla, akkor beszélhetünk a dologról. Ez az ígéret megbolondította Krautert. Ettől kezdve csak a kép sikerén munkálkodott. De a kép túl merész és újszerű volt a zsűri mereven elzárkózott elfogadása elől. A szerencsétlen festő pedig lassanként egészen megzavarodott különc lett, rögeszmélye lett, hogy a kép sorsa és az ő szerencséje összefort. A kávéházban hirtelen nagy izgalom, riadalom támadt. Mindenki fölugrott a helyéről, és egy kövér, köpcös, szőke emberke felé fordultak, aki lihegve és izzadva lépett be az utcáról. Bandenburg. Halló, Bandenburg. Hallatszott kórusban. És egyszerre megrohanták, rángatták, mindenki az ő sorsát akarta legelőször megtudni. Bandenburg kis cédulát tartotta kezében, arról olvasta a válaszokat. Krauter szívdobogva, a félelemtől eltorzulva állt és várta, hogy rákerüljön a sor. Közben a felháborodás és az örömkiáltásai kísérték Bandenburg jelentését akiket visszautasítottak, elkeseredve jelentették ki, hogy az új zsűri éppen olyan ostoba és tudatlan szamárakból áll, mint az előbbi. És Böhm tanár, a zsűri elnöke ízlésben és szakértelemben még valahol a múlt század elején tart. Renner Bandenburghoz furakodott és titokban oldalba lökte. Nézd, milyen sápat Krauter! Majd nem elájul. Vigyázz, ha baj van, légy kíméletes! De ebben a pillanatban, mint egy vipera ugrott hozzájuk Krauter és szinte mérget freccsent verázta meg Rennert. Mit suksz? Mit mondtál rólam? Láttam, hogy rám néztél. Mi van a képemmel? Ne hazudjatok! Bandenburg rémülten nézte a felindult, magából kikelt embert. De kedves barátom, mondotta, miért izgatod magad ennyire? Azt mond, hogy elfogadták-e. Sajnos. Tovább nem mondhatta. Krauter arca zöldes szürke lett. Valami olyan félelmetes dűj torzította el, hogy a körülállók elnémultak és iszonyodva nézték. Krauter teste szinte rángatódott, csak egyes artikulátlan szavak hördültek ki belőle. Ezt tették? Ezt merészelték? Az a böhm? Gazemberek? Tudatlan barmok. Belém rúgtak, mert félnek tőlem a tehetségemtől. De leszámolok velük. Most én következem. Én, és lassan, maga elé meredve, az ajka körül valami különös, vérfagyasztó vigyorgással a kiárat felé indult. Renner rémülten nézett utána. Gyerekek, mondotta. Ez a szerencsétlen valami retteneteset fog cselekedni. Második fejezet. Böhm Walter, a műcsarnok zsűriének elnöke, a hírneves festőművész elégedetten ment haza. Nem csoda, hiszen mindenben az ő akarata győzött, a zsűri többi tagja minden indítványához vakon hozzájárult. Sikerült megint a moderneket kiszorítani, akik vad színekben tarkáló mázolmányaikat kétségbeesett esett erővel próbálják minden tárlatra becsempészni. Böh mosolyogva simogatta gondosan ápolt, szép, barna szakállát. Egyelőre hát még mindig az övék az uralom. Nagy aktképét leánya tükör előtt az első számú terem főfalára akasztották, és már körülbelül bizonyosra volt vehető, hogy az idei állami aranyérmet ez a kép fogja kapni. Inasa igen kellemes hírrel fogadta. Táfollétében hatalmas virágcsokor érkezett. Vörös rózsák. Böhm elégedetten bólintott. Újabb hódítás. Nem vitás, hogy a rózsákat a fiatal bárónő küldte, akinek arcképén dolgozik. Tegnap azzal az ürügyjel, hogy a bárónőnek gyönyörű, formás válla van, mélyen dekoltáltatta és csak egy fátyolkendővel engedte eltakarni keblét. És festés közben, mikor egyszer a kendő elmozdult és meg kellett igazítani, böhm ajka gyöngéden a bárónő vállához ért. A bárónő megrezzent és elpirult. És most ezek a rózsák. Böhm fütyörészett. A kaland inkább mulattatta, mint izgatta. Egy fényképet nézett, amely új festményéről készült. Kereveten fekvő, mezítelen fiatal leány, tükröt tart a kezében és úgy gyönyörködik magában. Bécs leggyönyörűbb modellje, Isabella. Böh most arra gondolt, hogy milyen különös és furcsa bonyodalmak között tudta ezt a gyöngyszemet kihalászni egy éjszakai kávéház mocsarából, ahol véletlenül pillantotta meg egyszer hajnalban, mikor egy pohár gyomorkeserűre tért be néhány barátjával. Még részegen is felismerte a lány nem mindennapos szépségét, a művész szeme meglátta a remek formákat a kopott és ízléstelen ruha alatt, és ajánlatot tett, hogy legyen a modellje. Válaszként két sörös poharat vágtak a fejéhez a lány társaságában lévő férfiak. Erre parás verekedés támadt, ököllel, székekkel, poharakkal mentek egymásnak, és végül is a festők győztek. A lány nem is nagyon kérette magát, szívesen maradt a győzőkkel, különösen mikor a kávéház előtt várakozó elegáns hatalmas autót megpillantotta az inas fölgyújtotta az ebédlő csillárját, és az ezüstel, porcellánnal elegánsan megterített asztalra tette a csészében felszolgált levest. A vörös rózsák ott illatoztak egy művészi metszett kristálytartóban a tányér mellett. Most tengeri rák következett pikáns mártással. Böhm nagy gurman volt, rengeteget költött az étkezésre barátai csipkedő megjegyzése szerint sokkal többet, mint például a nőkre. Hirtelen éles csengetés hallatszott. Az inas néhány pillanat múlva belépett. Krauter János festőművész úr jelentette. Böhme egy pillanatig homlokát ráncolta. Nem ismerem, mondotta. Mit akar? Beszélni akar a nagyságos úrral. Tudja jól, hogy ilyenkor senkit sem fogadok. E pillanatban fölpattant az ajtó és a küszöbön sápattan, ziláltan, erősen fölindultan Krauter jelent meg. Engem muszáj fogadnia. Kiáltotta magán kívül. Nekünk nagyon sok beszélni van egymással. Bocsánat, uram, emelkedett felméltóságos mozdulattal bőm. Ej, hagyjuk, kérem, a frázisokat. Ön engem ma kivégzett a hóhérom, igenis, a gyilkosom. Ordította Krauter. A kis gnómszerű ember olyan ijesztő volt, hogy bőmrémülten kezdett hátrálni, az inas pedig olyan mozdulatot tett, mint aki rá akarja magát vetni. Krauter észrevette ezt, és mint a hörcsök fordult az inas felé. Hozzám ne nyúljon, mert lelövöm. De kérem! Dadokta bőm, ez mégsem járja. Ez az én házam, ide senki sem törhet be az én engedelmem nélkül. Távozzék! Eszemben sincsen! Előbb leszámolunk! Semmi közöm Önhöz! Nem is ismerem! Miről beszél? A képemről, melyet visszautasított, hogy a saját undok mázolmányát tegye a helyére. A művészetről beszélek, melynek Ön és az Önhöz hasonló urak a gyilkosai maguk állják útját minden fejlődésnek. A kerékkötői minden tehetségnek. Pusztulniok kell ideje már, hogy eltűnjenek -e. Most már elég. Harsogta Böhm, aki magához tért első ijedtségéből. Távozzon, vagy kidobatom. Vagy azt akarja, hogy rendőrt hívassak. Mi jön? Betörő, apacs vagy művész? Zsarolni akar? az igazat akarom a szemébe mondani. Hogy ön fráter, aki lelki ismeret nélkül gázol végig szerencsétlen művészeken, akik élni akarnak. Hogy ön zárja be előttük az érvényesülés kapuit. És meg akarom mondani, hogy mindezért számolni fog. Hans! Ordította bömbörösen a dűtől, lökje ki ezt a pimaszt. De ez nem volt olyan könnyű dolog. A púpos kis ember őrjöngve megfogta a terített asztal abroszát és a földre rántotta. A drága tányérok, poharak csörömpölve törtek össze. Azután fölkapott egy vázát és azt böhmhöz hajította. Belerúgott egy üvegszekrénybe, bevágta az egyik széket a tükörbe. Hans, aki pedig bivajerős ember volt, alig tudta nagy nehezen lefogni. Tessék rendőrért kiáltani, Mondotta Hans. Böhm tagadólag intett. Rúgjon bele néhányat, és dobja ki. Még csak az kell, hogy az új szágba kerüljön ez a gyalázatos botrány. Böhm szörnyen fel volt izgatva. Hallatlan. Most legalább kétségtelenül beigazolódott, hogy ezek a modernek csak ugyan közönséges brigantik. Erre még nem volt példa. Hogy a zsűri elnökét ilyen gaz módon inzultálják. Krauter még a halban is üvöltözött. Még visszajövök. Ne féljenek, nem marad el a leszámolás. Hans szabályszerűen belerúgott Krauterbe, és becsukta mögötte az ajtót. Azután visszatért az ebédlőbe, és seperni kezdte a cserepeket. Talán a kis szalomban szolgáljam föl a pecsenyét. Kérdezte. Nem, köszönöm, válaszolta Böhm, aki erősen lihegett és ideges szívdobogást kapott az izgalomtól, nem kérek semmit. Nekem alaposan elment az étvágyam. Majd holnap megtanítom a nyomorultat. Egyszer és mindenkorra kizáratom a művészegyesületből. Soha ebben az életben egyetlen képet nem fog kiállítatni. Harmadik fejezet mikor másnap reggel 8 órakor Hans szokása szerint bement a hálószobába, hogy fölkeltse urát, borzalmas látvány tárult szeme elé, a szőnyegen, az ágytól néhány lépésnyire holtam feküdt böhm. Pizsamája merő vér volt, és a szőnyeg is tele volt vérfoltokkal. A holtest arca iszonyúan el volt torzulva, és tele volt sebb helyekkel. Úgy látszott, hogy a gyilkos, aki az ablakon mászott be, álmában támadhatta meg és az arcába szúrt. A sebesültnek volt annyi ereje, hogy felugorva, birokra kelhetett támadójával, de a nagy vérveszteség bizonyára elgyengítette, a homlokon lévő hasított sebből csorgó vér el is vakíthatta, és így a gyilkosnak könnyű dolga lehetett az összerugdalt szőnyeg, a feldöntött asztal és székek, a széttört korsú így is azt bizonyították, hogy igen heves és elszánt lehetett a küzdelem. Hans remegve hívta fel a mentőket és a rendőrséget. A szerencsétlen fiú annyira magánkívül volt, hogy gyomorgörcsöt kapott, Teljesen elvesztette hidegvérét és jajveszékelve tördelte a kezét a lépcsőházban, ahová már a házmester és a szakácsnő kirohant a rendőri bizottság hamarosan megérkezett. A villa előtt ácsorgó tömeget visszaszorították és rendőrök szállták meg az egész környéket. A detektívek külön autón érkeztek, magukkal hozták a fényképészt és az új lenyomatot készítő tisztviselőt. A rendőrorvos azonnal megállapította, hogy a gyilkosság késszúrásokkal történt, legalább 5-6 órával előbb új lenyomatot nem sikerült találni, de a kertben világosan látható volt néhány lábnyom. Kétség sem férhetett ahhoz, hogy a tettes a kerítésen bemászott, és azután a félemelet magasságú ablakhoz felkúszva, azon áthatolt a hálószobába. A rendőrtiszt már maga elé teregette a jegyzőkönyvet, közben a fényképész szorgalmasan dolgozott. Hans remegve, sopánkodva, könnyes szemmel nézte ezt a félelmetes munkát. Egyszerre rákiáltottak: Jöjjön ide! Hán szíve a torkáig dobolt. Ilyetten nézett a rendőrtisztre. Maga volt a meggyilkolt komornyikja. Igenis! Hol volt az éjszaka? A szobámban aludtam. Nem hallott semmi gyanúsneszt éjféltájban. Nem, kérem! Csodálatos! pedig minden jel arra mutat, hogy alapos zajjal járhatott a gyilkosság. Ezek a felborult székek, asztalok. Hol a maga szobája? Innen nyílik a halból. Ez a kis kamra. Úgy. Hiszen ez alig van néhány méternyire a hálószobától. Ha tehát ott dulakodtak, azt okvetlenül hallania kellett. Hans elsápadt. Csak nem gondolja, kapitány úr. Egyelőre még semmit sem gondolok, de minden esetre nagyon gyanús a dolog. Amint hallja, igen világosan és érthetően hallatszik idáig minden szó, amit a hálószobában beszélnek, pedig az ajtaja most is zárva van. A falak vékonyak, modern rabikfal építkezés. Elképzelhetetlen, hogy a meggyilkolt segélykiáltását ne hallotta volna. De kérem, kapitány úr! A kapitány erősen szemébe nézett Hansnak, és megkérdezte: Hány órakor kelt fel ma? Hétkor! És akkor mit csinált? Szokásom szerint kitisztítottam a nagyságos úrcipőjét, kikeféltem a ruháját, előkészítettem a fürdőjét, azután intézkedtem, hogy elkészüljön a reggeli. És takarított is? Nem! Azt csak a reggeli után szoktam megkezdeni. Úgy. Érdekes, nagyon érdekes. A kapitány felállt és hirtelen mozdulattal kinyitotta Hans kamráját. Szóval maga azt állítja, hogy ma reggel még egyáltalában nem takarított. Igenis, kapitány úr. Akkor hát nem is aludt a szobájában. Ez az ágy teljesen érintetlen és vetetlen. Ebben ma éjszaka senki sem aludt és erélyes mozdulattal Hans elé ugrott, és merőn a szemébe nézve kiáltotta. Meri ezt tagadni. Az inas arca fakó színű lett. Görcsösen remegett. Miért nem válaszol? Beszéljen. Itt aludt maga ma éjszaka ebben a szobában. Hans lehajtotta fejét, tompán hördült ki belőle a válasz, nem. Óriási szenzáció támadt. A detektívek izgatottan figyeltek fel és szoros gyűrűt fontak Hans köré. Úgy. Tehát hazudott. Nos, ha szabad kérdeznem, hol volt hát? Hans elfehérült arcát most vérhullám öntötte el. Muszáj kérem erre válaszolnom. Természetesen. A, -a mennyasszonyomnál voltam. Itt lakik a szomszéd villában. Éjfélkor lopóztam át hozzá. Bizonyos Ida nevezetű szobalány. Majd ennek utána nézünk. Vörnö fordult a kapitány az egyik detektívhez, hívja át az illető kisasszont. Hans élénk mozdulatot tett. Kérem, kapitány úr, erre talán mégsem lesz szükség. Én gyanítom, hogy ki a gyilkos. Áhő! Halljuk! Tegnap este egy dühöngő púpos festő volt itt. Krauternek hívták. Ő fenyegette meg a művész urat, hogy meg fogja ölni, mert a képét visszautasították. A kapitány gúnyosan legyintett. Ugyan? Üres fecsegés. A visszautasított művész dühös, ordítozik, de nem gyilkol. De az olyannak látszott. Alig tudtam kidobni, és még a halban is azt kiáltozta, hogy visszajön és leszámol a sérelemért. A kapitány vállat vont. Majd meglátjuk. Minden esetre kihallgatjuk Krautert is. E pillanatban megszólalt a telefon. Hans önkéntelenül odaugrott. Azután a rendőrtiszthez fordult. A kapitány urat keresik. A kapitány füléhez emelte a kagylót, és arcán a legnagyobb meglepetés és megütközés látszott. Óriási, Mondotta, mikor letette a hallgatót? Megvan a gyilkos. Ez az ember mutatott Hansra, igazat mondott. A gyilkos Krauter. Képzeljék, éppen most telefonálták a főkapitányságra, hogy a műcsarnokban az éjszaka fantasztikus merényletet követtek el az első teremben kiállított képek ellen. A merénylő össze-vissza hasogatta a teremben lévő valamennyi képet, közöttük természetesen a meggyilkolt művész Lánya tükör előtt című képét is. És a legérdekesebb, hogy a teremben megtalálták a kést, melyel a tettes a képeket összeszabdalta. És képzeljék, a kés véres volt. Nyilvánvaló, hogy a gyilkos először bőmöt ölte meg, azután a műcsarnokba lopódott és ugyanazzal a véres késsel szabdalta szét a képeket is. Világos, hogy ezt a tébolyult merényletet csak egy visszautasított művész követhette el, aki először a zsűri elnökén akart bosszút állni, azután a képeken tombolt a kidühét, melyek szerinte érdemetlenül jutottak be a tárlatra. No, ember, fordult a kapitány Hans felé, ez egyszer adjon hálát az égnek, hogy sikerült tisztáznia magát, de vigyázzon, ne bocsátkozzon máskor ilyen kockázatos éjszakai kalandokba, mert, amint látja, a dolog rosszul is sülhetett volna el. Negyedik fejezet Renner Albert festőművész nagy dilemmában volt. Egy csendéletet festett és rettenetes éhes volt. Véletlenül éppen kifogyott a pénze, pillanatnyi pénzavarban szenvedett és kénytelen volt lemondani szokott reggelijéről. Ennek ellenére hősiesen nekifogott az alma, banán és citromcsendélet festésének. De már negyed órája erősen habozott, hogy ne egyel meg a modelljeit. Mert hát művészet ide, művészet oda, mégiscsak a gyomor a legfontosabb. Renner nagyon el volt keseredve. A sors különös iróniáját látta abban, hogy éppen a citromokat festette meg először és a banára meg az almákra volt szüksége. Korgó gyomorral festette a szép húsos, ízes gyümölcsöket és csak az vigasztalta, hogy délre elkészül a festménnyel és akkor. Nem folytathatta a kellemes gondolatfűzést, mert ekkor váratlanul olyan dolog történt, amire még később is hátborzongva gondolt vissza a viceházmester lépett a műterembe, aki takarítani szokott. Mindig reggel érdeklődött az iránt, hogy nincs-e Rennernek valami kívánsága. Renner azt válaszolta, hogy minden rendben van. A Weiss azonban nem ment ki, hanem megállt az ajtóban és azt kérdezte. Mit tetszik szólni ehhez a gyilkossághoz? Melyikhez? Kérdezte Renner meglepetten. Hát, amelyikkel teli vannak a lapok. Nem olvastam még új szágot. Pedig ez nagyon érdekes. Tessék elképzelni, egy festő gyilkolt meg valakit, mert a képét nem fogadták el a tárlaton. Mondtam is, bizonyára őrült lehetett, mert én már nagyon sok képét hoztam vissza a nagyságos úrnak, amit nem akasztottak ki a tárlaton. Tegnap előtt is. Renner idegesen vágott közbe. Jó, jó, csak hagyjuk ezt. Nincs itt magánál az újság. De igen, a zsebemben van, tessék. Akartam is kérdezni, nem tetszik ismerni véletlenül a gyilkost. Valami krautert keresnek. Renner kis híja, hogy el nem ájult. De volt annyi lelki ereje, hogy nem árulta el szörnyű felindulását. Borzasztó. Gondolta magában. Ez a boldogtalan ember mégis megtette azt, amivel fenyegetődött. Még jó, hogy az orvosok feltétlenül elmebetegnek fogják nyilvánítani, és így legalább elkerüli az örökös fegyházat. Ha elfogják, ami bizonyára csak órák kérdése, majd jelentkezni fog tanúként. Adatokat fog szolgáltatni, hogy Krauter beszámíthatatlan. Ah, persze, az a kis bestia. A flóra, az őrítette meg a kacérkodásával. Hagyjam itt a lapot. Kérdezte a Vice, aki még mindig az ajtóban állt. Igen. Tessék, itt van érte ez a két cigaretta. A Weiss eltávozott. Renner nem tudta folytatni munkáját. Ez túlságos izgalom volt. A lelke mélyéig felzaklatta a borzalmas hér. Krauter régi, jó barátja volt, szívből sajnálta a szegény fiút. Alaposan fontolóra akarta venni a történteket, de ehhez túlságosan éhes volt. De most már nem habozott. Miután tisztában volt azzal, hogy képtelen festeni, gyors és mohó mozdulattal nyúlt az almák után. Csak azt sajnálta, hogy nem sonka és hurka csendéletet festett. De egyszerre torkának adta falat. Felugrott, mert azt hitte, hogy a szeme káprázik. De nem. Ez valóság volt. A küszöbön Krauter állt. Olyan volt, mint egy alvilági rém. Az arca beesett, a tartása rodjant, szemében vad, félelmes tűz égett, a haja homlokába csapzott, a ruhája gyűrött, cipője poros, piszkos és az egész emberem valami végtelen, halálos fáradtság ömlött el csak állt és lihegett és a függönybe kapaszkodott, hogy össze ne roskadjon. Renner észrevette, hogy milyen vad félelem ül Krauter szemében, milyen kutatva, remegve néz körül és egyszerre csak megáll, rászegeződik az új szágra és a fakó arc még sápadtabb lesz, a kezével valami kétségbe esett mozdulatot tesz és a melléből rekett, vérfagyasztó hang hördül ki. Renner kréta fehéren hátrált kezét védekezőn terjesztette maga elé. Meg volt győződve, hogy ez a szörnyű gnóm most rá fogja vetni magát. Mit akarsz tőlem? Mit akarsz? Dadogta fogvacogva. Segíts! Az Isten szerelmére, ments meg! Sípolt ki a rémület Krauterből. Azután odavetette magát a földre és üvöltve zokogott hisztériás roham fogta el, a testét rettentő görcsök rázták. Szerencsétlen! Szerencsétlen! Tördelte Renner a kezét. Mit csináltál? Hogyan tehetted ezt? Én nem tettem. Ártatlan vagyok. Válaszolta a gnóm és megdidergett, mint akit forró láz De hiszem minden elönd val. Rátörtél este. Bosszút fogadtál. Azt kiáltottad, hogy megölöd. És a detektívek nem találtak lakásodon. Kiderült, hogy egész éjszaka nem voltál otthon. Ittam végig jártam egy sereg csapszéket. Le akartam részegedni. És reggel olvastam a rendkívüli kiadásokban a gyilkosságot, és hogy engemet keresnek. De ha ártatlan vagy, miért nem jelentkezel? menj a rendőrségre, véd magadat. Nem hinnének nekem. Ez a pokol. Minden ellenem esküdött. Albert, könyörgöm, ments meg. Ha most az utcára löksz, az első villamos alávetem magam, vagy a Dunába ugrom. Renner mélységes szánalmat érzett. Szegény fiú, mondotta megindultan, nem segíthetek rajtad. Nálam nem maradhatsz. Én elhiszem, hogy ártatlan vagy, de beláthatod, súlyos kellemetlenségem támadhat abból, ha itt tartlak. Elküldesz? Kérdezte leírhatatlan rémülettel Krauter. Egyelőre pihenj meg. Ott a függöny mögött van egy kis kamra, abban lefekhetsz. Majd ha kissé magadhoz tértél, tovább beszélünk. Nem, nem akarok pihenni. Beszélnem kell veled. Valami démoni érthetetlen dolog történik velem. Nem vagyok gyilkos. Higgy nekem, Albert! Anyám emlékére, a lelkem üdvére esküszöm, ártatlan vagyok. De hát akkor hogyan történhetett? Mit tudom én? Én az éjszaka bűn villájának a környékén sem jártam csak ittam a folyton ittam, rettentő emberek között fordultam meg, énekeltem velük és lányoknak trágár vicceket mondtunk, de már nem tudom, hogy hol. Egy padon elaludtam és már sütött a nap, mikor magamhoz tértem. Úgy fájt a fejem. A gyomrom rettentő, halálosan rosszul éreztem magamat. És tudtam, hogy elvesztem, hogy valami rémítő szerencsétlenség történt velem. Nem fogadták el a képemet, flórát elvesztettem, és minden megfagyott bennem. Világosan éreztem, hogy meghaltam, hogy nekem semmi közöm nincsen a napfényhez, a meleghez, a virágokhoz, az emberekhez és a kocsikhoz, melyek az utcám végig rohantak. Nekem semmim sem volt. És ekkor elindultam bőmbillája felé. Érted? Most reggel. Meg akartam lesni, hogy mikor elmegy hazúról, rávetem magamat és megölöm. Mert azt tudtam, hogy minden bajomnak ő az oka. Ő állította meg a szívemberését, ő dermesztette meg körülöttem az életet. És ahogyan mentem, látom, hogy a villa körül emberek állnak, nagy rendőri felvonulás, az új szágárusok az én nevemet üvöltik és azután olvasom, hogy megölték és a képét összevagdosták a tárlaton és nekem vigyorogni kellett, hangtalanul és furcsán nevettem, én nem is tudom, hogyan lehet úgy nevetni. Hallgattam a nevetésemet, és az emberek rám bámultak és elhúzódtak tőlem. Akkor egyszer rémleni kezdett bennem, ha nem én öltem meg, miért vállaljam a felelősséget. Nem igaz. Valami magasabb erő, isteni igazság akarta így, Albert. Egy könyvben olvastam, hogy az ember asztrális lénye ki tud lépni az ember testéből. Talán mi alatt aludtam, az én asztrális testem is kilépett belőlem és az ölte meg Mond, lehetségesnek tartod ezt. Renner növekvő borzalommal nézett barátjára. Pihenned kellene, János. Talán egy kis brómot. Krauter hevesen intett. Nem vagyok őrült. Én már sokszor éreztem, hogy mozdulatlanul ültem valahol, de ez csak látszat volt. A valóságban idegen tájakon jártam, rettentő messzeségekben. A Fidzsi-szigeteken és mesztelen pápuákkal beszélgettem. Minden szavukat értettem. Az ember lehet két helyen egyszerre. De én ezért nem lehetek felelős. A műterem ajtaján hevesen zörgettek. A törvény nevében. Krauter felállt, az ajka némán mozgott, Renner tehetetlenül, mozdulatlanul állt, a rémület és tanácstalanság megbénította. Nyissák ki! Hangzott kívülről. Renner bénultsága megszűnt. Az ajtóhoz ugrott és kinyitotta. Egyenruhás rendőr lépett be. Mögötte a viceházmester állt. Krauter Jánost keresem. Mondotta a rendőr, a viceházmester Krauterre mutatott. Az lesz ott? Megismertem az újszágban közölt arcképéről. A rendőr Krauter vállára tette kezét. A törvény nevében felszólítom, hogy kövessen. 5. fejezet. Krauter János bűnügyének főtárgyalása egyike volt az utolsó esztendők legnagyobb szenzációjának. Az orvosok megállapították, hogy teljesen épelmélyű, beszámítható, és az ügyész természetesen sietett kihasználni az alkalmat, hogy rámutasson arra, milyen elvetemült szörnyetek került a bíróság elé. Ez az eset is egyike azoknak, mondotta az ügyész, amikor őszintén sajnálnunk kell, hogy Ausztriában eltörölték a halálbüntetést, mert azt hiszem mindenki úgy érzi, hogy a vádlottnál elvetemültebb ember még alig állt bírái előtt állati kegyetlenséggel meggyilkolt egy köztiszteletben álló kiváló művészt, csak azért, mert az lelki ismeretére és művészi meggyőződésére hallgatva visszautasította a rossznak talált képet. De nem csak az embert ölte meg a vádlott, hanem elpusztította vandál módon azokat a festményeket is, amelyeket az ő alkotásánál jobbnak találtak. Méltóztassék elképzelni, hová süllyedne a világ, ha az ilyen őrjöngő rászabadulhatnának a társadalomra és vérbe folytanának minden, az övékkel ellenkező véleményt és megsemmisítenének mindent, ami nem egyezik az ő zavaros, fantaszta ízlésükkel. A vádlott bűnét sokszorosan súlyosbítja, hogy mindvégig konokul tagadott és a megbánásnak még csak szikráját sem mutatta. A tanúk egész sora igazolta azonban, hogy a tettes csak ő lehetett, hiszen nyíltan hirdette, hogy bőmmel számol és nem vitás, hogy már a végzetes nap estéjén merényletet akart ellene elkövetni, melyet csak az áldozat Inasa akadályozott meg. A legsúlyosabb elrettentő büntetést kérem, mert csak így nyugtathatjuk meg a társadalom felzaklatott tömegeit, akik a jogrend védelmét és helyreállítását várják tőlünk az ügyész szavai úgy kongtak, harsogtak a megdöbbent atmoszférájú tárgyalóteremben, mintha súlyos dobokat pergettek volna. Krauter lesoványodva, rendetlen öltözetben ült a vádlottak padján. Ellenszembes és visszataszító látványt nyújtott. Teljes apátiába süllyedt, fejét lehorgasztotta, úgy látszott, hogy nem is hallja az ügyész szavait. Most a védő állt fel. Belátom, kezdte beszédét, hogy Védencem súlyosan védkezett a törvény ellen, de bármilyen nagy is a bűne, meg kell értenünk és a méltányosság mérlegére kell helyeznünk azokat a lelki okokat, melyek kétségbeesett tettére kényszerítették. Krauter János művész és tehetséges ember. Szakértők igazolták, hogy igen, jeles alkotásai vannak. Rajongója a művészetének. Érthető tehát, hogy egész lelki egyensúlyát megzavarta és felborította az a súlyos sérelem, amely a zsűri ítéletével érte. Művészi hitvallásának megcsúfolását, jövője reménytelenségét és összeomlását látta, és bár az orvosszakértő urak véleménye szerint védencem épelméjű és beszámítható, nyilvánvaló, hogy teljesen feldult idegekkel, megzavart lélekkel indulhatott végzetes útjára. E pillanatban Krauter, aki eddig mozdulatlanul ült, felugrott és őrjöngve kiáltotta védőre. Hallgasson! Hazudik! Mit beszél? Én nem öltem, ártatlan vagyok. Ez a jelenet olyan idegtépő és ijesztő volt, hogy a hallgatóság rémülten ugrott fel és az elnök erélyesen megrázta a csengőt. Üljön le! Kiáltotta erélyesen Krauterre. Mit színészkedik? Miért rendez ilyen botrányos komédiát? Vigyázzon, mert szigorú fegyelmi büntetéssel sújtom! A védő méltatlankodva vont vállat. Mint hogy védencem megakadályoz kötelességem teljesítésében, nem folytatom beszédemet. Csupán lelkiismereti kötelességem a tekintetes bíróság figyelmét felhívni arra, hogy ez a sajnálatos incidens is csak azt bizonyítja, hogy védencem nem lehet épelmélyű. Krauter ismét felugrott. Dulakodva, habzó szájjal birkózott az őrökkel, akik vissza akarták szorítani a padra. Épelmélyű vagyok. Mit beszélnek itt össze-vissza? Nem vagyok sem gyilkos, sem őrült. Ártatlan vagyok. A fotóriporterek mohó gyönyörűséggel csattantották el gépeiket. Remek képek a lapok számára. A vádlott izgalmas dulakodása a fogházőrökkel. Pánika közönség soraiban. Az elnök elvezetteti az ordítozó, kézzel-lábbal birkózókra krautert. A bíróság visszavonul az ítélet meghozatalára. Renner Albert, aki a nézők közöltült, nem bírta tovább az izgalmakat. Homlokát kiverte az izzadság. Kitámolygott a folyosóra. Ott várta be az ítéletet. Húsz évi fegyház. Renner mélyen lesújtva, lelke mélyék felzaklatva ment végig az utcákon. Egyre fülében csengett Krauter borzalmas sikoltása, ártatlan vagyok. Milyen állati kétségbeeséssel, tépő hangon ordítozott. Renner festőművész volt értett az emberi arcon olvasni. Látta, hogy Krauter felháborodása, kétségbeesése őszinte. Ez az ember csak ugyan ártatlan. De hát akkor hogyan lehetne megmenteni? Mit tehetne a boldogtalan érdekében? Rennernek egészen el volt rontva a napja, fáradtan és idegesen feküdt végig műtermében a kereveten. Hát ilyen az élet. Gondolta elkeseredve. Az utóbbi időben elég jól ment a dolga, eladott néhány képet, és most még sem élvezheti a jólét örömét. Ez a Krauter nem megy ki a fejéből. Tenni kellene valamit. De akár hogyan törte a fejét, nem jutott semmi az eszébe. Elkeseredésében a szekrényhez ment, kivette a konyakos üveget és elhatározta, hogy leissza magát. Hatodik fejezet még csak a második pohárnál tartott, amikor csengettek. Renner bosszúsan csettintett ujjával. Az ördögbe is. Erről tökéletesen megfeledkezett. Ma délutára rendelte fel az új modellt. Bebocsátotta a leányt. Feltűnően szép, szabályos termetű, csinosan öltözött teremtés volt. Modellek között ritkaság az ilyen a valóságban többnyire sovány, rosszul táplált, hervadt, szépséghibákkal telített, olcsó rongyokba öltözött szegény leányok ezek, akik csak a művész ecsetjétől szépülnek meg a vásznon. De azért akadt közöttük is néhány kivétel. Valóban gyönyörű lányok, olyanok, amilyeneknek a művész fantáziája képzeli Vénuszt. De ezek tisztában vannak értékükkel és alaposan megfizettetik a modellállást, Éppen ezért csak a legdivatosabb és leggazdagabb festők engedhetik meg maguknak azt a fényűzést, hogy ilyen elsőrangú modelleket fogadjanak, akikre a többi szegény festő irít sóvárgással gondol. Renner ezúttal nagyon megerőltette magát. Elhatározta, hogy a hamarjában szerzett pénzének nagy részét egy szép modellre fogja költeni. Jó befektetés ez a szép modell ifletbe hozza a művészt, remeket tud alkotni. A leány otthonos fesztelenséggel lépett a műterembe, körülnézett. Renner figyelmét nem kerülte el az a könnyed, gúnyos mosoly, amely az ajkán végig suhant. Maga persze fényűzőbb műtermekhez szokott, mint amilyen az enyém. Mondotta kissé sértődötten. A leány vállat vont. Nekem mindegy, az a fontos, hogy ne kelljen túlságosan fárasztó pózban állnom. Mit fog rólam festeni? Készített már vázlatot? Renner nevetett. No, maga alaposan beletanult már a mesterségbe. Hát tudja, ha az ember egy évig dolgozott bőmmel, akkor kitanulhatott. A, ah, persze, hiszen maga volt a boldogult bőm modellje. A maga képét hasogatta szét a gyilkos. A lány a spanyol fal mögé lépett és vetköződni kezdett. Renner a festőállvány körül körültet vett, fátylakat keresgélt. A tavaszt akarom megfesteni, mondotta Renner. A háttérben a reggeli napfény és a előtérben fehér fátyolban álló nő, mintha a fényözömből lépne ki a virágba borult tájra. A lány bólintott. Csak bízza rám. Már tudom, hogyan kell elhelyezkednem bemutatott néhány mozdulatot. Renner hosszasan nézte mindegyiket. Végre megállapodtak az egyik pózban. Azután lázasan dolgozni kezdett. Felvázolta az alakot azzal a friss gyorsasággal, amely a festők munkájának első perceit jellemzi, mikor még nem bénítja meg őket a részletek problémája és az iflet első lendületében vetik vászonra vízióikat. Az idő szinte repült. Talán egy óra múlhatott el. Akkor egyszerre csengettek. Renner bosszús mozdulatot tett. Az ördög vigye el, mit zavarnak! De hirtelen elhallgatott. Bámulva merett Izabellára, aki rémült, ilyet arccal húzódott a spanyol fal felé. Kérem, ne nyisson ajtót! Kiáltotta. Renner növekvő megdöbbenéssel nézett a lányra ez nem a szemérem tiltakozása volt, hanem valami más, ismeretlen rémületé. Mit jelent ez? Kérdezte megrökönyödve. Kint egyre hevesebben csengettek. Renner önkéntelenül egy lépést tett az ajtó felé. Tagadja el, hogy itt vagyok, ne bocsássa be. Kiáltotta a rémülettől reszketve a lány, és a spanyol fal mögé ugrott. Renner ösztönszerű mozdulattal felvette az asztalról a festékvakaró kést és kisietett. Egy perc múlva bosszankodva jött vissza. Miféle komédia volt ez? Egyik hitelezőm keresett. Már kidobtam a tolakodó frátert. De maga mitől ilyet meg ennyire? Isabella előbújt a spanyol fal mögül. Még mindig egészen fehér volt az ilyettségtől kérem, ne haragudjon. Igazán, én is restellem, nem is olyan komoly a dolog. Miről beszél? Hát tudja, van valakim. Szeretője? Nem. Egy tolakodó alak. Valamelyik tárlaton látta meg az aktomat, amelyet Valentin festett rólam, és nem nyugodott addig, amíg ki nem kutatta a címemet. Azóta nem hagy élni. Állandóan, a nyomomban van, szerelmi ajánlataival üldöz, feleségül akar venni. Hát miért nem megy hozzá? A lány megvetően vigyeztette ajkát. Utálom. Kellemetlen, csúf fráter. Pedig azt mondják, hogy van pénze. Na, én a maga helyén nem dobnék el ilyen könnyelműen egy gazdag embert. Nekem nem kell nem is törődnék vele, ha nem molesztálna állandóan. Mindenhová utánam jön. Erőszakkal kell kidobni. Az ördög tudja, hogyan kutatja ki, hogy hol vagyok. De egyszerre csak ott terem, és akkor nem lehet lerázni. Már féltem, hogy megint ő van itt. Renner mérges volt. Hát annyit már minden esetre elért, hogy megzavarta munkában. Fucsa hangulatomnak, pedig már kitűnően fogtam az egészet. Most már nem tudom folytatni. A lány közömbösen kezdett öltözködni. Megszokta az ilyen művészi szeszélyeket. Mikor jöjjek holnap? Kérdezte búcsúzkodva. Holnap reggel tízkor. Jó. Itt leszek. Elment és renner az álvány elé állva, a vázlatot javítgatta. Rossz kedve volt. Egy kicsit magára is haragudott, hogy éppen ma kezdte meg a munkát, ezen a balvégzetű napon, melyen barátját fegyházra ítélték. Milyen különös az élet? Gondolta. Az egyik ember habzsolva és falánkan veti magát a munkára és az új élet lehetőségekre ugyanakkor, mikor a másik mögött örökre bezárul a tömlöc ajtajal. Felugrott. Már néhány perce kínoszta, idegesítette egy kísérteties, elnyúlt hang, amely panaszosan, jajongva hangzott a folyosó felől. Ez a hang a velejébe markolt, mintha túlvilági lények üvöltötték volna sohasem szűnő kínjaikat a pokol mélyéből. Feltépte az előszoba ajtaját, de kint a lépcsőházban nem látott senkit. Már sötétedett, alulról felvilágított a házmesteri lakás mellett felgyújtott villanylámpa. Renner feszültem figyelt. Nem hallott semmit. Visszament a műterembe. A homlokát végig simította, zavartan mosolygott. Úgy látszik, érzéki csalódás volt az egész. Mormogta magában. De ebben a pillanatban megint felsírt a panaszos, idegtépő hang, mintha elevenen nyúztak volna valakit. Egészen közelről hallotta. Ez a hang állati volt. Egy meggyötört, hörgő, állatiasan üvöltöző hang. Renner felgyújtotta a villanykörtét. Keze görcsösen szorongatta a vakarókést. Hideg verejték verte ki. Félt. Honnan jött a hang? Nem tudta eldönteni. Ebben a műteremben előtte egy fényképész lakott, aki öngyilkos lett. Mondják, hogy a fényképész szellemidézéssel foglalkozott. Különös, rejtélyes életű ember volt. A műtermet egészen középkori stílusra alakította át. Ódon stílusú kandalló állt az egyik sarokban, az ablakokat gót ivő kerettel vetette körül és komor faragványú fekete falkárpittal vonatta be a falakat. Renner szerette ezt a sajátságos környezetet, amely műtermének bizonyos előkelőséget kölcsönzött de ebben a pillanatban az ódon környezet nagyon nyomasztó volt. Renner még egyszer kiment a folyosóra. Csend volt. Világos, hogy a hangforrása a műteremben van. Hiszen, ha a lépcsőházban jajongott volna ez a rémítő hang, akkor már felverte volna az egész ház nyugalmát. És csak ugyan, amint visszatért a műterembe, megint hallotta az ijesztő, megmagyarázhatatlan hangot. De hát honnan jött? Mintha a falból szürem lett volna ki. De hát az lehetetlen. A fal tömör, nem üreges. Most megint felsivított, élesen, keservesen, elnyúltan. És Renner egyszerre megérezte, a kandalló felől hangzott. Ott egy élő lény rejtőzik. De hogyan kerülhetett oda? Kinyitotta a műterem ajtaját, hogy egyetlen ugrással a folyosóra menekülhessen, ha valami kellemetlen meglepetés érné. Azután óvatos léptekkel, szúrásra készen tartott késsel közeledett a kandallóhoz. Nem tévedett. A rejtélyes hang onnan süvöltött elő. Felkapta az egyik hosszú zsinórra erősített asztali lámpát és bevilágította a kandallóba. Ilyetten hökkent vissza. Két izzó, lángoló szem rá. Egy óriási fekete macska, felborzolt szőrrel, meggörbült háttal, éles, apró fogait vicsorítva nézett rá a kandaló nyílásából. Renner visszógrott. Az ilyen megdühödött állattal nem jó puszta kézzel szembeszállni. Lehet, hogy veszett. A bestiát eltorzította a dűj és a kin nagyon is veszedelmes ellenfél tud lenni az ilyen hatalmasan fejlett kandúr. Renner söprűt ragadott és azzal vágott a macska felé. A szörnyű nyávogást hallatott, görcsösen tekerődött, de nem mozdult a helyéről. Renner rémülten nézte és keresztet vetett magára. Hiszen ez az ördög dörmögte magára és Faustra gondolt, akinek kandallójából fekete kutya ugrott ki, mielőtt Mephisto megjelent előtte. De lassanként mégis csak észbe kapott. Éret főiskolát végzett, modern művész vagyok. Dörmögte. A háborút is megjártam, csak nem ijedek meg egy macskától. Ha segítséget hívok, az egész ház rajtam fog mulatni. De hát miért nem fut el ez a bestia? Talán beszorult. De hiszen ez képtelenség. A kandallónak széles, nagy nyílása van. Megint rávilágított a nyávogó, dühösen és fájdalmasan kurrogó macskára, és most vette észre, hogy annak nyakára kötelék van erősítve, és azzal van a kandalló gázvezető csövéhez kötve. Most már világos. A macska eleinte jól érezte magát, feküdt a kellemes, hűs helyen, előtte ételmaradékok is voltak, tehát jól lakadták. Később azonban megunta a lustálkodást, menekülni akart, de a kötél nem engedte, és ezért csapott olyan istentelen hangversenyt. De ha így is van, akkor is érthetetlen és megmagyarázhatatlan a dolog. Kicsempészte oda a macskát? Milyen szándékkal? mikor és hogyan jöhetett a műterembe. A házmester csak olyankor jöhetett a műterembe, amikor ő is otthon volt. Nem volt külön kulcsa. Aki tehát a macskát a kandallóba csempészte, az álkulcsal hatolt be. De miért? Milyen célból? Rennert most már végtelenül izgatta a kérdés. Barátságosan közeledett az elkínzott állathoz. Egy kis szalonnát vetett neki, azután bívókesztyűket húzva a kezére elmeccette a nyakára erősített köteléket. És ugyanakkor egy papírlapot pillantott meg, amely a macskát fogvatartó madzagra volt erősíve. A papíron néhány kusza betű. Vigyáz, mert bőm sorsára jutsz. Renner kerekre nyílt szemmel, borzadva bámult a rejtélyes üzenetre. Kitől jön? Miért fenyegeti? A macska észrevette a nyitott műteremajtót, és amint felszabadult kötelékétől, hatalmas ugrással a lépcsőházba ugrott. A festő megdöbbenve nézett utána. Valami kínos, szorongó érzés nehezült rá. Érezte, hogy áthatolhatatlan rejtély veszi körül. Ismeretlen és felfoghatatlan veszély előszelét érezte, és elgyötörve, nyugtalanul feküdt le, hogy felkorbácsolt idegeit kissé megpihentesse. Hetedik fejezet. Másnap reggel frissen ugrott ki ágyából Renner. Valaki ostoba tréfát követett el velem. Gondolta magában. A fiúk folyton ugratják egymást. Tudják, hogy milyen jó barátja voltam szegény Krauternek, és mi alatt én az ő tárgyalásán drukkoltam, feljöttek a műtermembe, és oda csempészték a macskát a kandallóba képzelem, mennyit mulattak magukban a sikerült gaztetten. No, majd gondoskodom egy kis viszonzásról. Ezt nem fogják szárazon megúszni. Pontosan tíz órakor megérkezett Izabella. Rennernek feltűnt, hogy a lány észrevehetően sápadt, fáradtnak és idegesnek látszik. Mi van magával? Kérdezte Renner. Úgy látszik, a kisasszony áttáncolja az éjszakáit. Jó lesz vigyázni magára, mert így hamar vége lesz az üdeségének és szépségének. Majd felrakok egy kis rúst. Mondotta a lány. Mondja, kérdezte most őszinte kedveséggel Renner, tulajdonképpen mi baja van magának. Már tegnap is feltűnt, hogy szórakozott, nem nevet, nincsen semmi temperamentummal. Valami gyötri. Szerelmes. Nem. Edóságai vannak. A lány vállat vont. Sohasem voltam gazdag. Megszoktam, hogy nincsen pénzem. De hát akkor mirág a lelkén. Isabella ideges lett. Kérem, ne faggasson. Hagyjon. A spanyol fal mögé ment és levetköződve tért vissza. Renner megdöbbenve nézte végig. De hiszen magát kegyetlenül megverte valaki. Mondotta elszörnyedve. Csak ugyan a lánytestén hatalmas kékfoltok égtelenkedtek. Elestem és megütöttem magamat. Válaszolta zavartan. Renner gúnyosan csóvált a fejét. Verés ez, drágám! Összevesztél a barátoddal. Hűtlenségen ért. Isabella idegesen állt fel a pódiumra. Kezdjük a munkát! Mondotta sürgetően. De Renner nem mozdult. Nem vagyok hangulatban. Talán később. Most inkább beszélgetnék veled. A lány haragosan kapta magára a spanyolfalon lógó nagy kendőt. Mit akar? Velem nem lehet enyelegni. Ha nem akar festeni, elmegyek. Nem vagy éppen barátságos. Pedig segíteni szeretnék rajtad. Rajtam. Hogyan? Miért? Látom, hogy valami kellemetlen titkod van. A lány dacosan kapta fel a fejét. Nem igaz. Hm. Pedig tegnap már beszéltél egy kellemetlen emberről, aki üldöz, nemhogy békében, és jól emlékszem, milyen rettentő rémülettel bújtál a spanyol fal mögé, mikor azt hitit, hogy ő csengetett. Már mondtam, olyan félbolont. Fut utánam. Hát aztán. Mi van ebben? Más lány után is futnak. Igen, de azután, mikor elmentél, valami egészen különös dolog történt. Isabella riadtan nézett a festőre. Itt volt. Igen. Mégpedig láthatatlanul. Egy fekete macska képébe öltözött és telenyávogta a szobámat. Isabella ideges mozdulatot tett. Miért beszél ilyen bolondokat? Isten tudja. Az embernek néha egészen különös gondolatai támadnak. Mond kedves, nem járt ez az ember bőmnél is. Nem. Soha. Miért mondod ezt ilyen hevesen? Miért rémüldözöl állandóan? A leány felállt, a végletekig fel volt izgatva. Mit akar tőlem? Miért beszél ilyen különösen? Renner élesen a lány szemébe nézett. Ismertett Flórát. Azt a modellt, aki Krauterhez járt és akiről utolsó képét festette. Hogy ne? Jó barátnőm volt. Úgy tudom, hogy ő is feljárt veled egy idejűleg bőmhöz. Egy olyan képet festett, melyen két akt szerepelt. A kávéházban azt plegykázták és Flóra is mesélte, hogy bőm szerelmes volt beléde. Hát persze, udvarolt. Nagy Don Huán volt. Minden szép lánynak csapta a szelet. De a végén mégis csak Flóra tetszett meg neki jobban. És akkor te nagy patáliát csaptál. Azt mondtad, hogy nem állsz tovább modellt a lánya tükör előtt című képhez, ha Flórát nem küldi el. És bőm kénytelen volt Flórát ezért el is bocsájtani, a kettősakt kép félben maradt. De azért Böhm titokban mégis találkozott Flórával és ezért igen heves féltékeny jelenet volt köztetek. Azt mondják, szerelmes voltál belé, a felesége akartál lenni és gyűlölted Flórát, mert közétek állt. Isabella fehéren, magánkívül állt a férfi előtt. Mit akar? Csak nem hiszi. Renner, mint a héja csapott a kérdésre. Hát igen, azt hiszem te ölted meg féltékenységből bőmbaltert. Hazugság! Őrült, sikoltotta a lány. Ereszen, nem maradok itt. Gyalázatos! Hogy meri ezt mondani? Ó, micsoda gyalázat! Izabella kétségbe esetten zokogott, és gyorsan kapkodta magára a ruháit. Renner hidegen, mereven állt előtte. Hallgass rám! Mondotta, én az előbb csak hangosan gondolkoztam. Belátom, van a gondolatfűzésemben egy zöggenő. A gyilkos ugyanis elpusztította bőmképét is. Ez az, ami gondolkozóba ejt, ami a javadra szól. Aki azt a képet elpusztította, rád haragudott. Akkor hát flóra volt a tettes. Látta, hogy bőm visszatér hozzád és szégyenében, dülében és felháborodásában megölte bőmöt és azután szétvagdosta a vetélytársnő képét. Isabella megrendülve bámult Rennerre. Igen, ez lehetséges. Dadokta. Úgy van. Mormogta Renner. Nézzük csak közelebbről a dolgokat. Flóra, mikor bőm miattad elküldte, Krauter modelljelet dühöngött rád. Minden áron győzni akart feletted. Ezért mondta Krauternek, hogy csak akkor lesz az övé, ha a róla festett képet elfogadják a tárlaton. Abban reménykedett, hogy ha Krauter nyeri meg a nagy aranyérmet, ha az ő aktyáról festett kép arad diadalt, akkor ez egyúttal az ő asszonyi sikere feletted. És mikor ebben a várakozásában csalódott, követte el kétségbeesett tettét. Mint bőm régi kedvesének, kulcsa volt a villához, tehát zavartalanul és észrevétlenül mehetett oda. Rettenetes! Most mi lesz? kérdezte dermedten Izabella. Renner vállát vonogatta. Én természetesen nem tehetek ebben az ügyben semmit. De még a délelőtt folyamán elmegyek a rendőrségre és közlöm a gyanúmat. Igen, talán csak ugyanez lesz a legjobb mondotta halkan Izabella. Nyolcadik fejezet Günther Flóra letartóztatása óriási izgalmat keltett. A rendőri riporterek már kiszimatolták, hogy a nyomozás súlyos gyanúkokat halmozott fel a lány ellen. Minden jel arra val, hogy a gyilkosságot és a merényletet Krauter és Flóra együttesen követték el. A legnagyobb szenzációt az keltette, hogy Flóra már az első kihallgatás alkalmával megtört és beismerte, hogy a végzetes nap estén csak ugyan felkereste Böhmöt és két teljes óráig volt nála fél tíztől fél tizenkettőig. Azt állította, hogy fél tizenkettőkor elváltak. Eleinte tagadta, de később azt is beismerte, hogy ez alkalommal ismét heves jelenet volt közte és bőm között, mert személyre vetette a festőnek, hogy Izabellához túlságosan kedves. Arra hivatkozott, hogy miután az Izabelláról festett képet befejezte, szakítson végleg ezzel a leányjal és legyen ismét kizárólag az ő barátja. Állítólag izgatott hangulatban váltak el éjfél előtt. Ezek után Flórát szembesítették Krauterrel. Ez a szembesítés drámai és megrázó volt. Mikor Krauterrel közölték, hogy Flóra a gyilkosság idejében együtt volt Böhmmel, Krauter őrjüngeni kezdett és a rendőrorvosnak kellett morfium injekciókkal lecsillapítani. Nem is lehetett folytatni a kihallgatását. A rendőrség most már egészen tisztázottnak látja Krauter szerepét egyre több gyanúok merül fel arra, hogy nem a művész sértett hiúságából ölte meg bőmöt, hanem féltékenységből. Flóra szerepe még nincsen tisztázva, de a rendőrség egyelőre őt is őrizetben tartja, mert minden jel arra val, hogy tudott a készülő gyilkosságról és annak megtörténtében jelentékeny része van. A vetétás nőjére féltékeny lány nem mert egyedül végezni bőmmel, hanem pokoli ravassággal Krautert ugratta be tudta, hogy a nyomorék festő halálosan szerelmes, és ezért bőm ellen ingerelte. Bizonyos, hogy Krauter a végzetes éjszakán azért tért vissza bőmhöz, mert azt hitte, hogy Flórát ott találja. Renner zúgó fejjel olvasta ezeket a szörnyű riportokat, melyekből csak annyit értett meg, hogy szerencsétlen barátja sorsán semmit sem lendített, sőt lelkileg még jobban összetörte, mert nyilvánvalóvá lett Flóra árulása. Végül is bele kellett nyugodnia, hogy Krauteren senki és semmi sem segíthet. Legjobbnak vélte a munkába temetkezni, nem törődni semmivel. A kép nagyszerűen haladt. Renner érezte, hogy élete egyik legjobb munkáját alkotja. Talán az utóbbi hetek izgalmas eseményei zaklatták fel ennyire idegeit és fokozták fel fantáziáját. Már a befejezéshez közeledett még csak két-három ülésre volt szükség, hogy egységessé hangolja a kompozíció egyes részleteit, megteremtse a szín és fényjáték összhatását. Sajnos Izabellában súlyosan csalódott. A leány szinte teljesen haszna vehetetlen volt. Szeme élettelenül merett a levegőbe, sápat volt és a mozdulataiból hiányzott minden frissesség és lendület. Renner kétségbe volt esve más modellel nem folytathatta a munkát, viszont a lány szörnyű és érthetetlen apátiája valósággal megbénította, megállította munka közben és éppen a befejezés sikerét veszélyeztette. Hiába kért, könyörgött neki, hasztalan kedveskedett cukorkákkal, sejemsállal, semmivel sem tudta felrázni ebből a csökönyös fásultságából. És ekkor még nagyobb baj történt. Egy napon szokatlan hevességgel nyitott Izabella a műterembe. Elfulladva, lihegve lépett be, mint akit üldöznek. Még a műteremben is olyan ilyetten, vadul nézett körül, hogy Renner meghökkent. Mi baja van? Úgy rohan be, mintha üldözők elől menekülne. Különben egy teljes negyed órát késett. Csak siessen, vetköződjön, ma sokat akarok dolgozni. Sajnálom, azért jöttem, hogy megmondjam, nem maradhatok itt. Renner majdnem a mennyezetig ugrott mérgében. Mit beszél? Félrebeszél. Csak nem gondolja, hogy három heti munkámat megöli? Közvetlenül a befejezés előtt. Nem is beszélve arról a rengeteg pénzről, melyet eddig már kifizettem. A pénzét visszaadom. Renner megállt és egészen hülyén bámult a lányra. Visszaadja a modellpénzt. Igen. Mint hogy belátom, igaza van, így kárba vész az eddigi munkája. Renner az ajtóhoz ugrott, bezárta és a kulcsot zsebre vágta. Hát nem, kedvesem. Ebből semmi sem lesz. Hogyan gondolta ezt? Talán primadonnának képzeli magát, hogy ilyen különös ötletei vannak itt marad, érti. És nem merjen egy szót sem szólni, mert szavamra semmiért sem állok jót. Dühösen, magából kikelve, fenyegető mozdulattal állt a lány elé, aki sírva fakadt és a kerevetre vetette magát. Engedjen el, ereszen ki! Kiáltotta tombolva és a sírástól fuldokolva. Eszemben sincsen. Miattam bőghet, kiabálhat, amennyit csak akar. De én festeni fogok. Van időm. Akár két napig is. Megvárom, amíg eszére tér. És innen ki nem teszi a lábát, amíg a képet be nem fejeztem. A lány kétségbe esetten tördelte a kezét. Maga nem tudja, hogy mit cselekszik. Én nem tudom. Remek. Azt hiszem, kettőnk közül magát lehet kevésbé megérteni. Ez munka és nem gyermekjáték. Senkinek a világon nincsen joga ahhoz, hogy engem a munkám befejezésében meggátoljon. Gondolta volna meg, mielőtt először jött el. Nagyon sajnálom, bocsánatot kérek. Ugyan? Csak nem gondolja, hogy bocsánatkéréssel lehet ilyesmit elintézni. No, egy-kettő, vetkőződjön és álljon fel a dobogóra. A lány magánkívül sikoltott fel. Hát el akar pusztulni. Minden áron a vesztébe rohan. Renner megdöbbenben nézett a lányra. Miféle veszedelemről beszél? A lány úgy remegett, mintha hideglelése lett volna. Értse meg végre, nem akartam beszélni róla, de hiszen láthatta, hogy mennyire gyötrődöm. Renner lázasan figyelt fel tehát végre megtudja a titkot, amely a lány körül fátyolozódik. Hát igen, léheget kilázasan a szó a lányból, üldöznek. Egy őrjöngő, féltékeny bolond. Megremegett, a folyosó felé figyelt, mintha attól félne, hogy onnan rátörnek. Krügernek hívják. Színész volt annál a színháznál, ahol én két év előtt még gör voltam. Folyton ivott a színfalak mögött, ha kijött a színpadról, mindjárt a pálinkás üvege után nyúlt. Valamikor gazdag volt, azután lassanként lecsúszott, elzülött. Belém őrült. Üldözött a szerelmével. Amíg pénze volt, rám költötte. Én gyűlöltem, menekülni akartam tőle, de nem mermertem. Féltem. Végre megszöktem a színháztól és modellnek mentem. Egy ideig szabad voltam. De azután szerencsétlenségemre a képeslapok közölték a tárlaton kiállított képem fényképét, és ő fölismert. Nem volt nehéz kinyomoznia a festőt, akinél modellt álltam és meglesett. Megint a hatalmában tartott. Fenyegetéssel, erőszakkal, pénzzel, hízágéssel. Én újra megszöktem. És így folyt ez a szörnyű bújócska játék és közben egyre jobban elzüllött, már a színháztól is elbocsátották, a családja tartja kegyelem Állandóan a nyomomban van. Megtudta, hogy ide járok. És megfenyegetett, hogy megöl, ha modellt merek állni. Elhatároztam, hogy megszököm Bécsből. Elmegyek Berlinbe. Vagy Párizsba, a nem bírom tovább ezt az örökös hajszát. Beleőrülök és Isabella sápat arcán végig folytak a könnyek. Rennert őszinte részvét fogta el. No, nem kell túlozni a dolgokat, szegénykém. Mondotta vigasztalóan. Szólni kell a rendőrségnek. A lány lemondóan intett. Nem ér semmit. Már megtettem. Megidézik, megfenyegetik, a lelkére beszélnek és utána még dühösebb, még szörnyűbb hiszen látta a testemet. Csupa folt. Ő vert össze ilyen kegyetlenül. És tudom, hogy beváltja a fenyegetését. Meg fog ölni. Ereszen el. Én félek itt maradni. Ugyan. Nevetséges. Ide hallgas. A műteremnek van egy kis padlász szobája. Abban meghúzódhatsz. Itt maradsz nálam éjszakára is. Én vigyázok rád. És ha befejezem a képet, kikísérlek a pályaudvarra, felültetlek a berlini gyorsra, kapsz tőlem ajánlólevelet egy ott élő barátomhoz, és ha megérkezel, mindjárt munkába állhatsz. Jó lesz így! A lány fásultan temette arcát tenyerébe. Nekem mindegy. Érzem, hogy valami szörnyű szerencsétlenség történik. És ezt semmi sem tudja elhárítani. 9. fejezet A füstös lebújban nyekergett a harmonika, a mocskos ruhájú pincérek szakadatlanul hordták a különböző pálinkákat és borokat. Vagy tízen ültek az egyik nagy asztal körül és valamennyien részegek voltak már. Csak igyatok. Én fizetek. Mindent én fizetek kiáltotta reketten egy sovány, kopott ruhájú férfi, akinek egész megjelenése azonban valami furcsa eleganciát árult el, amely sehogy sem illett ebbe az apacs környezetbe. A haja meg volt fésülve, de néhány fürtje vadul a homlokába lógott, a nyakkendője divatosan volt megkötve, de rojtos szélű volt, a zseketje valamikor a legjobb szabónál készülhetett, de már csak karikatúrája volt az eredetinek a nyelve nehezen forgott, szemei az alkoholtól véresek voltak és a mellét verte. Pincér! Még tíz literrel! Mind a vendégeim vagytok! Éljen Krüger! Harsokták karban! Ma esküvőm lesz! Igenis, ne bámuljatok! Izabellácska ide fog jönni és egyenesen az anyakönyvvezetőhöz megyünk. Éljen Izabellácska! Zörögtek a poharakkal. Csak bevásárolni ment. Adtam neki pénzt. Azt mondtam, a legszebb ruhát vegye fel. Gyönyörű ruha lesz rajta. Azok a disznófestők festők mindig le akarták venni a ruháját. De én azt mondtam, megölöm a kutyát, aki hozzá mer nyúlni az én menyasszonyomhoz. Én nagyobb úr vagyok, mint a festők. Hát nem igaz. Igaz. Harsogták körben. Hát azért mondom. Izabellácska megesküdött, hogy csak engem szeret. Ti még nem is láttatok olyan szép nőt. Hercegek írnak neki leveleket, de én nem adom senkinek. Igenis, barátaim, engem mindig szerettek a nők. Mikor színész voltam, arany szíveket küldtek nekem kis gyémánt kövekkel, de én félrelöktem. Péha. Köpök rájuk, ott volt Izabellácska. Én hoztam a színházhoz. A polgármester akarta szeretőnek, de én kidobtam a polgármestert. Azt láttátok volna. Kövér volt és vörös, és mikor gurult le a lépcsőn, úgy visított és hörgött, mint egy disznó. Szavamra, mint egy disznó. Bután vigyorgott, azután tovább fecsegett. Ti nem tudtok a nőkkel bánni. Én mondom, verni kell őket. Én egy utolsó komizdisznó vagyok, mert ma is megvertem Izabellácskát. De már megint a festőhöz akar rohanni. Ez kérem a rögeszméje. Hogy az ő halhatatlan szépségét fessék meg és bámulják a tárlatokon. A festők egy újjal sem nyúlhatnak hozzá, csak mint az őrültek festik és oda vannak, hogy ilyen szép nőt még sohasem láttak. Így van, amint mondom. Ő a legszebb a világon és az enyém. Én egy rongyé vagyok, a lába nyomát is csókolom, de mégis verem, igenis, ököllel vágtam az arcába, mert én nem akarom, hogy a festőhöz járjon. Igazad van. Röhögött az egyik. Megparancsoltam, hogy ide jöjjön. Be fogom nektek mutatni, tisztelt uraim. Hat órára itt lesz. Igenis, pontosan hatkor. De hiszen már hét óra van. Krüger bambán nézett körül. Hét. Motyogta ostobán. Persze. Láthatod? Ott az óra a hátad megett a falon. Harsogó nevetés betörtek ki. A menyasszony nem nagyon siet. Gúnyolódott egy vöröshajú, ingújas toprongyos alak talán mégis felment a festőhöz, sivította a másik. Hangos csattanás hallatszott. Egy súlyos sörös kancsó vágódott a gúnyolódó feje felett a falhoz, és ezer darabra törve zuhant a földre. Ha nem téveszt célt, szétlocsantja a vörös koponyáját. Dögöljetek meg, hitvány kutyák! Ordította eltorzult arccal. E pillanatban alig lehetett Krügerre ismerni. Lappangó őrültségét azonnal kirobbantotta, ha Izabellával kapcsolatban ugratták. Ilyenkor állattá változott, olyan szörnyű és félelmetes volt, hogy még ezek a viharedzett csavargók is ilyetten ugrottak fel. Körülfogták és csillapítani próbálták. Részeg vagy? No, legyen már eszed! De Krüger tovább üvöltözött. Mindenkit megölök, aki megsérti Izabellácskát. Nem csak a festőket folytom meg, hanem benneteket is. Ohó, ha én beszélni akarnék. Hallgas! Így áll inkább. Éljen, Izabellácska! Krüger arca ismét felderült. Ha ezt mondjátok, akkor testvéreim vagytok. És én mindent fizetek. Pincér, két üvegrumot az uraknak. A lebúj ajtaja felvágódott, és egyenruhás rendőrök jelentek meg az ajtóban. Feszesen megálltak és utat nyitottak a nyomukban jövő tíz detektívnek. Mindenki a helyén marad. Senki se mozduljon. Kiáltották. Az emberek fásultan vonogatták a vállukat és halkan káronkodtak. Megszokták már az ilyen jeleneteket. Gyors pillantást váltottak egymással, mintha aggódó együttérzéssel kutatnák, hogy vajon ezúttal melyikre kerül a sor. A detektívek éles szemmel néztek körül. Ismerték a jelenlevők mindegyikét, és néven szólították őket. No Hans, mutasd a zsebedet. Nincsen benne hakni. Na, vörös Rudi, hol voltál tegnap előtt éjjel, mikor a Ritter céghez betörtek. Nem voltál te is közöttük. Szervusz, Gusti! Hallom, megint sokat utazol mostanában villamoson. Csak nem tértél vissza a zsebtolvajláshoz. Egy öles termetű, 110 kilós detektív Krüger előtt állt meg. Igazolja magát. Kicsoda? Krüger. Krüger Emil, a berlini belvárosi színház hőszerelmese. Itt vannak az irataim, minden rendben van, uraim és mocskos tárcájából előszette a már szinte foszlányokká szakadt igazolványokat. Tisztelt uraim! Milyen Mi tisztelt rendőrség! Szónokolta, nagyon kérem, méltóztassanak megkeresni Izabellácskát. Disznóság kérem, hogy egy jogállamban nők szabadon csavaroghassanak és festők elrabolhatják. Panaszt emelek erkölcstelenség címén. Izabellácskát mesztelenül festik, Igenis kérem! Ezt tessék beírni a jegyzőkönyvbe! Halálos ítéletet kérek! A kocsmáros félrevonta a detektíveket. Részeg! Ismerem, ártalmatlan fiú! Bolond! Szerelmes egy modellbe, és ebbe bolondult bele. A rendőrség tíz perc alatt igazoltatta az egész társaságot. Öt embert magukkal vittek. Krüger a terem közepére ugorva kezdett szónokolni. Íme, láthatták tisztelt uraim, hogy milyen a rendőrségünk. Ártatlan embereket hurcolnak el, a festőket pedig szabadon hagyják. Önök mind a tanúim, hogy felhívtam őket, szabadítsák meg Izabellácskát és végezzék ki a festőket. Nagyon sajnálom, de ilyen körülmények között búcsút kell vennem. S Izabellácskát ismét elrabolták. Ezért nem tarthatom meg az esküvőmet. Én igenis tudom, hogy ki a tettes. Egy bizonyos Renner nevű festő. Ez kérem diszkréció, ne tessék elárulni. Tudja, hogy feleségül akarom venni Izabellácskát, és a világ összes festői nevében meg akarja akadályozni. De nem lehet kérem. Nagyon sajnálom. Önök beláthatják, hogy egy úr nem engedheti át a menyasszonyát. Fizetek. Tessék mindent összeírni. 26 márka. Mondotta a kocsmáros. Krüger bizonytalanul tapogatta végig a zsebeit. Azután egy száz márkást húzott ki. Az emberek megrökönyödve nézték ezt a gazdagságot. Krüger vigyorgott. Ez járt nekem. Modellpénz. Ha Izabellácskát elrabolják, azért fizetni kell. Száz márka naponta. Renner is fizetni fog. Maradjanak együtt, uraim, ha visszajövök, folytatjuk a mulatságot. A kocsmáros közelebb lépett Krügerhez. Feküdjön le. Ne csináljon őrültséget. Már is sokat fecsegett. Örüljön, hogy a rendőrök le nem fogták. Krüger színészies mozdulatokkal hajlongott. Nagyon köszönöm, uram, nagyon köszönöm. De lássa be, Izabellácskát meg kell mentenem, ugyebár a hölgyekért mindent kockáztatni kell. A kocsmáros vállat vont. Hagyja itt legalább a pénzét. Adok róla nyugtát. Mit lehet tudni? Hát, ha elszedik magától. Hiszen olyan részek, hogy azt sem tudja, mit beszél. Krüger bárgyú mozdulattal nyújtotta át márkáit. Igen, tessék nyugtát adni. Ez kaució. Biztosíték, hogy nem hagyom cserben az urakat, csak tessék tovább inni, ki fogom önöket váltani. Kitámolygott az utcára. De amint az éles, tiszta levegő arcába vágódott, egyszerre kiózanodott. Szemében ismét megvillant az állati dűj, és a zsebéből kihúzott egy óriási zsebkést. Kinyitotta és megvizsgálta a pengéjét azután lassú, lomha léptekkel elindult. Tizedik fejezet Renner nyugtalanul forgolódott ágyában. Sokkal idegesebb volt, sem hogy aludni tudott volna. Felgyújtotta a lámpát, fel és alá sétált a műteremben. És mintha titokzatos erő vonzotta volna, mindig a befejezés előtt álló kép elé került vad izgalom kalapált a szívében, amint ott állt és nézte a különös szemeket, melyek még így a festményen is titokzatosak és megfejthetetlenek voltak. Ki ez a lány? Amit elmondott magáról, az csak töredék. A legnagyobb titkot nem árulta el, az ott bújik meg a félelmetes szemek mögött. Milyen különös! Most ott alszik a padlásszobában, melynek lépcsői innen vezetnek fel a műteremből. 16 lépcsőfok. Renner megrémült. Ameddig festette a lányt, csak a szenzációs, százféle érdekességet kínáló modellt látta benne. De most egyszerre egészen másféle nyugtalanság szakadt rá váratlanul. Isabella rendkívül szép volt. És örökös riadsága különbájt és varást adott lényének, valami légies gyöngétséget, megbújó meleg gyerekességet, a hangjában is volt valami furcsa kamaszosság. Valószínű, hogy ravasz kis nő, aki már sok szerelmen parázslott át. Tulajdonképpen ostobaság egy ilyen pompás alkalmat elmulasztani. Renner önkéntelenül néhány lépést tett a lépcsők felé, de azután megállt. Valami visszatartotta. Egy megmagyarázhatatlan különös érzés. Félt. Ott állt az éjszaka súlyos csendjében és figyelt. A műterem nyitott ablakán keresztül beszállt a júniusi meleg varázsa. Néha egy autó szirénája hallatszott és a közeli toronyóra kongása, amint a negyed ütötte. Azután egy rémült, vérfagyasztó sikoly hallatszott. Az írtózat és halálfélelem rettentő üvöltése. Renner egy ugrással fent termett a padlásszobánál, és a rémület által százszorosan fokozott erővel betörte a rozoga, korhat deszkákból összerútt ajtót. A szobában petróleumlámpa égett. És annak fényénél megpillantotta az ágyon élettelenül fekvő Izabellát. Leírhatatlan ijegység fogta el. A karjába kapta a lányt, és szinte őrülten az izgalomtól vitte le a műterembe. Mi történhetett? A lányon nem látszott sebesülés. A szíve vert. Nyilván csak eszméletét veszítette. De hát mit láthatott? Mi rémíthette meg ennyire? Renner felkapta revolverét. Csodálatos, sohasem szokta éjszakára ágya mellé tenni a fegyvert, és ma ösztönszerűleg odatette a kis éjjeli asztalkára. Visszasietett a padlásszobába. A lámpa még mindig égett. A kis szobát néhány pillanat alatt át lehetett kutatni. Senki sem volt ott. Visszarohant az eszméletlen lányhoz. Hideg vízzel borogatta a szívét és ecetet locsolt az arcába. Isabella hosszú, mély sóhajt hallatott. Pillái megmozdultak, a viaszsárga arc megint pirosodni kezdett. Isabella, beszéljen, mi történt? Kiáltotta Renner. A lány felült és iszonyodva takarta el arcát. Mentsen meg. Vigyen el innen. Sikoltotta borzadva. De hát kitől félsz? Itt van. Láttam. Kicsoda. Két láttál. Krügert. Álmodtál. A padlásszobában nincsen senki. Itt van. Esküszöm. Láttam. Ó, tudtam, hogy eljön, meg akar ölni. Benézett az ablakon, be akart mászni. Ó. Izabella megint remegni kezdett. Eszelősen bújt a férfihez. Mentsem meg. Ne hagyjon. Renne részbe kapott. Valóban, most jutott eszébe, a padlásszoba ablaka nyitva volt, pedig ő becsukta az este ismét felment a padlásszobába. De most már óvatosan, lövésre készen tartott fegyverrel. A kis főke üres volt. Renner az ágyra állt, ahonnan könnyen elérhette az ablakot. Kihajolt és szétnézett a tetőn. Egy macska surrant tovább a kémények mellett. De élő lénynek nyoma sem látszott. Megnyugodva tért vissza Izabellához. Rémlátásaid vannak, szívem. Túlságosan felizgattad magad. Bőm halála volt rád ilyen megrendítő hatással. Én nem megyek vissza a padlásszobába. Mondotta Izabella. Jó. Itt maradsz. Átbeszéljük az éjszakát. Üljünk ebbe a karosszékbe. Van itt hely kettőnk számára is. Simulj szépen mellém és igyunk bátorításul egy kis konyakot az ilyettségre. A toronyóra fél egyet ütött. Ennyit mutathatott akkor is, mikor bőmöt meggyilkolták. Renner felemelte a konyakos poharat, és Isabella felé nyújtotta. Ekkor hirtelen visszatorpant, mint aki rémet pillant meg és kezéből kihullott a pohár. A szemközti falon imbolygó, fantasztikus árnyék jelent meg, amely azonban nem volt az övé egy óriásira nyúlt, szinte majomszerű kar, egy testű gnóm, amint előre hajol. Csak annyi ideje volt, hogy vad szökéssel félreugorjon és a lecsapó tőr az asztalba vágódott. A másik pillanatban már eldördült Renner revolvere, de nem talált. Rettentő, gyilkos, élethalálharc kezdődött. Lihegtek, tépték, marcangolták egymást. Izabella tébolyultan rohant a folyosóra, és velőtrázóan sikoltozott. Segítség! Segítség! A támadó tudta, hogy csak percei lehetnek. Mint a fenevadványta körmét renner húsába. Meghalsz, mint bőm, meg kell döglened. Víjogta habzószájjal. A lépcsőházból rohanva érkezett a házmester és néhány álmából felriasztott lakó. Öten magukat az őrjöngőre, de így is alig tudták letépni a szerencsétlen festőről, aki véresen, félig holtan feküdt a földön. Most már megoldódott a rejtély. Krüger egy pillanatig sem tagadta, ő gyilkolta meg Böhmöt, mert gyűlölte a szerencsés festőt, aki győzelmes vetétársának bizonyult. És halálos dühében pusztította el az Izabelláról festett képet is. Így akarta megölni Rennert is. A háztető kéményén keresztül mászott a kandalóba, és onnan ugrott ki, mikor az áruló árnyék az utolsó pillanatban leleplezte. Krautert és Flórát természetesen azonnal szabadlábra helyezték a kiállott szenvedések és izgalmak ellenére is Krauter boldog volt, mert Flora teljesen megtört és úgy érezte, hogy szerelmével kell kárpótolnia a szegény fiút, aki egy kisé miatta esett ebbe a kínos és végzetes kalandba. Renner és Isabella Berlinbe utazott. Azt mondják, hogy Izabella, amióta megszabadult a lelkére nehezülő lidércnyomástól, még szebb lett, mint volt, kedélye visszanyerte régi frissességét és boldogan súgta meg mindenkinek a titkot, hogy Renner az ősszel feleségül fogja venni. Vége.